Mindent furra. Egy már emeletek jó lesz. Farkas. Zöld farkas. Kék. Milyen modell legyen? Ez jó az. Csaj modell. Nem jó. Legyen kék gyík. Kék gyík. Jó az. Na jó, ne szórakozzá szerintem. Jó, nyugodtan lehet dobálni. Fix 37. Uff, hát jól lesz, te 27-tel. Au, au, au. Na mindegy, nem olyan rossz az. Nem olyan rossz az. 27, 37, 25, minden fullon. Ez teljesen hibátlan. Igaz? Az teljesen hibátlan. Na szóval, hello mindenkinek, és amit éppen láttok. Ez egy operációs rendszer teszt és teljesítmény mérő játék. Ismertebb nevén az Open Arena nevezetű, hát mondjuk így lődözős játék. De lássuk, mi az, ami itt végül is mögötte van, a játék mögött. Ez az idióta farkas. A háttér változik, tehát 10 percenként új háttér van. Amit éppen itt láttok, ezen a sarkon, ez a start menü, ez a asztalnáta, ez a böngésző, a konzol, vagy XFCE terminál, van egy fájlkezelőnk, böngésző, borzasztó gyors rendszer. De ti még mindig nem tudjátok azt, hogy ez milyen számítógép ez, amin éppen ez fut. Ez egy 1.6-os számítógép, 1.6-tal, összesen 2 giga memória rendelkezésére, és nem mondanám lassúnak. Tehát a képek között ilyen hülye, idióta, farkasos képeket beraktam jó párat, aztán gondoltam, akkor ezeket berakjuk háttérnek. De csak azért, hogy a panelt, amit itt alul látunk, hogy azt lássuk, hogy a háttérkép az lemegy a panel alá. Tehát olyan, mintha nem is lehetne látni ezt a panel nevezetű dolgot. A játékot azért indítottam el, hogy az általános teljesítmény, mint grafikai teljesítmény, ezt lássuk. De ahhoz, hogy a grafikai teljesítményt lemérjük, ahhoz be kell mutatnom azt, hogy igen, így áll le a rendszer, tehát teljesen leállítjuk, ennyi idő alatt áll le. Kész. Jó? Megmutatjuk, mivel vagyunk felszerelkezve. Tehát van nekünk egy darab mag, ami 1.6-tal megy, van benne egy darab 2 gigás memória, ami 800-on fut, és van benne egy passzív hűtés, jó, aktív hűtést én raktam ide, jó? Tehát ez csalásnak számít. Egy ilyen nagyon lassú videokártya egyetlen kimenettel. Ha a másodikat rákötöm, akkor már fél térdre esik és imádkozik, úgyhogy aktív hűtést visszarakjuk, nehogy valami kár keletkezzen ebbe a drága kijelző vezérlő eszközbe. Rendesen ez a hűtő a leghangosabb az egész rendszerben. Ezért közben várjuk, hogy elinduljon. Hát íhetes, úgyhogy meg kell várni, hogy elindul. Igen.
Inkább újraindítjuk, jó? Inkább újraindítjuk. Ctrl Alt Delete. És megállítjuk a pauz gombbal, az itt van általában, billentyűkön. Így. Tehát amit éppen most láttok, ez amúgy is csak egy próba, igaz? Még csak nem is kell komolyan venni. Bár mondjuk, mint minden próbát, ezt is komolyan kéne venni. De, na, nem fogom. Egyel viccelődjük ezt az egész dolgot. Érdekes, hogy az lesz színes, ami rajta van az eger. Nagyon jó. Egy másik farkast nézzünk már ki, mert ez nem jó, mondjuk ezt. Ez a jó kis jó oldal és rossz oldal. Itt van az alkotónak a aláírása. Tehát természetesen nem saját az alkotás. Játékból ez az egy van fönn. Ismert okokból. Mondjuk abból az okból, hogy próbáljuk ki. Erre visszamegyünk, meg kell mutatni, hogy milyen beállítást eszközöltünk. Tehát 1024x768, light map, az a normál, a bloom az még bekapcsolva, tessék mindent bekapcsolni. Hogy magas felbontás, trilinear filter, ezt mondjuk nem kéne, mert nagyon gyenge videókártyánk van, majd mindjárt meglátjátok. Display brightness, ezt mondjuk úgysem fontos, és akkor valami érdekes, vicces dolgot, na. Legyen már kiellenlőni, jó? Vagy... Na, úgyhogy 20 fragig menne a menet, természetesen nem hagyjuk. Olyan villám gyorsan betölt, szagunk se lehet. És akkor lássuk, hogy hogyan működik ez a dolog. Természetesen spektátorok vagyunk. Úgyhogy nem. Nem mi irányítjuk ezt a rángatózó vackot. Itt az igazán fontos dolog itt a jobb felső sarokban van, hogy 25 fps, 30 fps, tehát ilyen teljesen elfogadható teljesítményen fullon megy a Quake 3 Arena nevezető, elég régi játék. De ez tényleg csak azért van föltéve, mert hát azért sokat segít a számítógép teljesítményének a lemérésében. Mondjuk, mint benchmark. Jó? Az a rendszer egyébként, amit láttok, ez a Linux Mint 17.3 XFCE motor mint kezelőfelület és ilyesmi. Jó, ez az, amit éppen látok. De ahhoz, hogy éppen lássátok, hogy ez min fut, ahhoz újra kell indítanom az egészet, és meg kell mutatnom, hogy ez egyébként hogyan néz ki. Ennyi idő alatt áll le. Ez bámulatos. Na, indítsuk akkor. Úgyis hallani fogjátok. 3, 2, 1. Most. Úgyis halljátok. És ez egy képernyő van bedugva, ismert okokból. Hát mivel egyetlen kijelző van ezen a videokártyán. Na, ugye megállítottam a betöltést a pauze gombbal, ami a billentyű jobb felső sarkában van, és felhívnám a figyelmet az én apróságokra, hogy igaz, hogy i7-esünk van, de 1,6-on fut. Jó? Van benne 2 memória, de csak 800-on. Jó? Tehát amit éppen most láttok, egyetlen maggal 1,6-ig visszabutított i7-es, és van benne egy 800-on futó 2 gigás memória, tehát nincsen nagyon elengedve ez a rendszer, jó? Ha megnyomom a space-t, akkor tölt tovább a rendszer, érdemes mérni az időt, megvárjuk, hogy 3 vagy 4 perc 0-0-nál megnyomom, és akkor lássuk, 59. 2, 3, 4. Na, ahhoz, hogy lássátok, ez mind tölt, mert azért segítséget nem kapottam tőlünk semmit. Ó, CD-ről? Hát hülye vagy, kb. Tehát nem CD-ről kéne bootolni, nem? Ez nem baj? Szerintem szórakozik. Szerintem erősen szórakozik, úgyhogy elmagyarázzuk neki, hogy te vinyóról kéne betölteni. Méghozzá nem is akármilyen vinyóról, erről a gyönyörű idés
mert természetesen semmi más nincsen bekötve, mint ahogy ezt látjuk. Na tessék! Ezt szerintem elnéztem. Na végre, nem elkezdett tölteni a vinyóról. Nem tudom, hogy miért szórakozik. Ezzel az a gondom, hogy nem tudom megmutatni nektek a betöltési időt. De ez meg így csalás, úgyhogy igazán elmehet a fenébe. Ez a Linux Mint-nek a betöltő konzolja, mondjuk így. Tehát az a terminál sor, amivel betölt. Itt már látjuk a kurzort, de ez így nem hiteles, tehát nem tudjuk lemérni hitelesen a betöltési időt, mert itt bénázás van. Úgyhogy gyorsan gyűrrendítást azt üzenünk. Ja. Na, újraindítás. Hogy? Na, tehát ugyanúgy 800-on, ugyanúgy 2 memória. És most kezdett el tölteni. Jó, tehát össze lehet hasonlítani az időt. Jó. Semmi csalás nincs a dologban. Azt mondjuk itt is látjátok, hogy egy darab ütésvinyóval dolgozunk. 13, 14, 15, 16, 17. Úgy körülbelül nem biztos, hogy pontosan számolok. Ezt a videón majd úgy is lehet látni, hogy hol tart a számolás így per pillanat. Nem sok. Jó? Tehát nem sok. Jó, és így 36-30 közül megérkezünk. Természetesen itt van a loginunk, meg itt van a háttér, majdnem HD-s, tehát több mint HD-s, ugye majdnem full HD-s felbontásban. Tehát, mondom még egyszer, van egy darab 1.6-os placink van, egy darab 2 giga 800 MHz-en futó memóriánk van, egy darab X300-as nevezetű videokártyának csúfolt vacak, és van egy darab idés. Hát mondjuk ezzel nagyobb szerencsénk van, nem tudom mennyire látjátok, ez egy barracuda, jó? Tehát nem egy lassú készülék, itt már látjátok rendesen Seagate-es 80G-s barracuda, azonban idés kábelen fut, úgyhogy így van bekötve. A satára nincs bedugva semmi, mutatom még egyszer, jó, tehát úgy semmi. Na, úgyhogy ez az, amit én mutatni szeretnék, így. Hogy ez, amit itt láttok éppen, ez egy 1.6-os. Mondjuk nem Celeron, hanem rendes gép, tehát a nagyjából a régi laptopok teljesítménye az, amit éppen láttok. Nem lett volna egyébként pofám az i7-est teljes erejével ráengedni, mert az nem lenne hiteles. Ott nem látnád azt, hogy tényleg ez milyen gyorsan megy, illetve lassú rendszereken milyen gyorsan megy. Jó? Tehát a fő, mondjuk ezek a fő tulajdonságokkal, jó? Tehát amíg ezt a hátteret nem nézitek, akkor áttekinthetőség, jó? A jobb alsó sarokban, itt, de azt mondjuk ki kéne kapcsolni ezt a hülye hátteret. Hogy a francban van? Nincs. Nem tudom, milyen legyen akkor a háttér, tehát ilyen szürke. Így jobban látni? Tehát itt jobb alul, ugyanúgy, mint a Windows XP óta, a jobb oldalt alul van a kapcsolódás, a shield, az nem a tűzfa, a hangerő szabályzás és az óra. Jó? Tehát ezek az ikonok itt vannak, mint internet kapcsolódás, hangerő szabályzó, és a frissítést szolgáló shield. Ugye a hármasokat nem mindenki szokta telepíteni, azt most nem tudom mennyire értitek. A Linux Mintnél a frissítés kezelőben vannak szintek, hogy 1-es szint, 2-es szint, 3-as, 4-es, érdemes utána olvasni, hogy melyik mit jelent, melyiknek mi az erőssége, jó? Nem indítottam el a böngészőt, egyszer se, jó? Tehát egy 1.6-os gépen a Firefox webböngésző első indítása, jó? Mondjuk 15-kor, 13, 14, most, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mondjuk 7 másodperc, jó? És még mire az oldalt behozza, tehát az egy külön dolog, mert most egy kicsit vacakol az internet, ez tényleg nem a browsernek a hibája, jó? Tehát nagyjából 7 másodperc, teljesen magyar, nincs. Remélhetőleg nincsen semmi
félreértés az ügybe, tehát egyszerűen 7 másodperc alatt az első alkalommal betölt, jó? És kipróbáljuk, hogy tényleg kiírja azt, amit itt mondtak még a többiek. H-A-T. 6-os lottó. H-A-T-L. 6-L. Ott van. 6-lá. A 6-lára kiírja, H-A-T-R-re nem. Arra nem. H-A-T-L. De arra tényleg kiírja 6-lára. Na, úgyhogy H-A-T-R-re nem. De én nem is bánom. Na tehát, ez legalább működik, jó? A másik dolog, hogy hogyan lehet a... ezt nem tudom, láttátok-e. Tehát amíg görgözünk, az egérkurzor olyan lassabban mozog. Az 1.6-os kis gépet azért leterheli rendesen a full HD-s scrolling. Jó? Ez most egy kicsit furcsa volt. Böngésző hozzáadása, Google, azt már mondjuk hozzáadtuk. Na mit mutassak még? Böngészünk. A start menübe vannak még értelmes, illetve érdekes dolgok. A bal oldalon látjuk a fő kategóriákat. Jó? Tehát van olyan, hogy a kedvenc programok, az előzmények, amit mondjuk az előbb használtál, az összes program, csak a beállítások, csak a grafikai programok, csak az internet, csak az irodai program, csak a játék, csak a kellékek, multimédia rendszer, stb. Egyébként a beállítási fül az itt van fönn. Jó? És hogyha meg akarod változtatni a saját kis képedet, mint mit tudom én, gyári képre, amik nem gyárira, hanem mondjuk egy speciálisra, mit tudom én, a hülye farkasból kiválasztunk egyet. Hol van? Ilyenkor elég sokat segít egyébként a gyors nézet. Ez kész, de ennyi, be van téve egy arckép. Ez a pici arckép ez azért fog már segíteni, illetve azoknak fog segíteni, akik több felhasználós rendszert működtetnek otthon, egyet apunak, egyet anyunak, egyet a gyereknek, és akkor ilyen pici képeket be lehet tenni, és így már előre vagyunk. Na, tehát milyen programokból lehet választani? A beállításokban, mint minden rendszer beállításában, megtalálható, hát ugye az összes dolog, amire ember csak gondolni tud, hogy mi az, amit te be akarsz állítani. Kicsit akadozik az alja, ezt remélem lehet látni, de mondjuk én nem is bánom, mert most tényleg a teteje, tehát erősen ki van használva a dolog. Van kijelző beállításban egy darab monitor, kicsit szokatlan, de most ezt így kell elhinni, jó, tehát egy darab. Ablakkezelő hangolás, tehát mint effektek, hát aztán az összes akadálymentesítéstől kezdve átlátszóság, hát kb. Minden. Alapértelmezett alkalmazások, az asztal beállítása, hogy milyen háttér legyen, milyen menük legyenek, milyen ikonok legyenek. Asztal beállításokon ki az, aki dolgozzon az asztal mögött? A Metacity, az XMF4, a Compositing, a Compton, a Compiz, vagy ki az, aki dolgozzon, és ugye a Terminál program az hogyan működjön. Értesítési menü, az ugye jobb felül kéne, hogy legyen, és akkor most ilyen nagy rózsaszín értesítés legyen, vagy mit tudom én, ilyen füstös, ilyen smoke, vagy mennyi ideig maradjon, bármilyen értesítés történik. A billentyűzet, a cserélhető meghajtók, egér és érintő tábla beállítás, energiakezelő. Ez főleg a laptopoknak jó, ahol van akkumulátor, illetve természetesen nem fut, úgyhogy ki van kapcsolva. Aztán van kijelző beállítás, az előbb láttuk, akadálymentesítés, bejelentkező ablakot be lehet állítani, ugye természetesen jelszó ellenében. Hogyan nézzen ki? Kicsi legyen, nagy legyen, hogy kell bejelentkezni, hogy annyiféle sablon van, hogy ez valami borzasztó. Ilyen témájú, olyan témájú, rengeteg. Na, ezt bezárjuk, mert ez nem olyan fontos, mondom, bezárjuk. Beviteli mód, frissítéskezelő, illesztőprogramkezelő. Az illesztőprogramkezelő az általában nagyon durva videókártyák, illetve nagyon speciál hangkártyák esetében szükséges. A többi esetben a saját driverre megoldja. Típusszerkesztő munkamenet és indítás, ez az automata indítás, az indító kép, hogy hogyan töltsön be a rendszer, ahol a csík ment még a Windows-ba, hogy loading. Na, az a kép, természetesen nincs, és bejelölöd azt, hogy nincs, akkor még képet se ad, tehát nem lesz kép, amit lehet bámulni. Van egy pár automatikusan induló alkalmazás, de ezeket mind ki lehet venni, hogyha neked nem tetszik. Munkamenet ellenőrző, és a speciális fül, erre direkt csak ilyen félve nyomok rá, mert ez ilyen
mondjuk a gyakorlott a felhasználók számára könnyebben érthető. Nyelvi támogatás, ugye, hogyha románul, franciául, olaszul, angolul és horvátul szeretnél itt beszélni a számítógéppel, és ezeket a billentyűzeteket, te mint a farzsebedbe hordod, és szükség esetén ezt fel is akarod dugni, akkor nyelvek beállításban meg tudod tenni, szoftver forrásokban, hogy a francba magyarázzam. Az a baj, hogy úgy kéne elmagyaráznom, hogy még a Windows-os is értse. Szóval onnan én letöltöm, ezek azok a helyek, ahonnan le lehet tölteni a frissítést. A fő szerver és az alapszerver. A kettőnek semmi köze egymáshoz. Az ugye kettő Linux van. Tehát, hogy honnan töltöm le, és melyik az a tükör szerver, ahonnan én gyorsabban töltök le, mint a központi szerverről. Azt remélem lehetett érteni. További tárolókat lehet hozzáadni, hiteles, a PPA. Na, ennek aztán nyugodtan utána lehet olvasni, mi az a PPA, illetve a játékoknak a PPA kulcsát ide berakod, akkor a rendszer frissítéssel együtt a játékokat is frissíti. Ez egy tök jó példa, de irodai programra is nyugodtan rá lehet kanyarodni. Beállítás szerkesztő, hát ez kb. A mélyvíz, jó? Tehát mettől meddig van a kijelző, milyen karakterlánccal, milyen íz, és az összes billentyű, pointer, de ebben szerintem bele sem mélyedjünk, jó? Mindent, ami eszedbe jut, be lehet állítani ezen a dolgon, és mivel ugyanúgy Ubuntu-s, mint a mondjuk a félvilág, ezért az Ubuntu-nak a szoftver központjából az összes program elérhető rá, mert hát XFCE, igaz? Az összes csomag 47 000 csomagot tartalmaz, és akinek ez nem elég, hát nem furcsán fogok ránézni, mondjuk ilyen egyszerűen. Na jó, kicsit durvuljunk be, jó? Tehát, hogy mekkora a teljesítmény ennek az eszköznek, mint operációs rendszer, jó? Nagyon jól ismeritek most már, hogy milyen összetevőket engedélyeztem a számítógépen. Azért a YouTube-on elindítunk mindenféle felbontású videót, jó? Tehát csinálunk olyan felvételt, ami 4K-s videó, jó? Az a cím, hogy a természet szépsége. Ja, természetesen ez is tudja a többféle... Most teljes képernyőre váltunk, igen. Kicsit, mint alkadozna, olyan 8-10 FPS körül látjuk felbontást. Ja nem, ez már HD, nagyon jó. Borzasztóan akadozik egyébként. 1080p-s HD-be, hát ezt már nem bírja. Mondjuk kezdjük a kicsivel, jó? Tehát 144p. Ez az, amit most látunk, ez 144 pixel felbontású, hát nem tudom, szóval egy ferde este után szebbet hány az ember. Nem valami, mondjuk nem valami dicsőséges, jó? Ja, sebesség normál, jó, egy picit följebb pakoljuk, jó, mert ez tényleg bárki által teljesíthető szint. Mondjuk 480p, jó, picit töltünk. Mi ezt a picit akadozó internetünk ezt lehetővé teszi. Na, ez már 480p, de egy picit pufferel, mert elvesztette a fonalat. Jaj, haver! Na, szóval ez már 480p. 20-25 FPS-el látjuk, de ez körülbelül szemmel van, ez ilyen becslés, tehát abszolút nem tekinthető hitelesnek. Abban a pillanatban, hogy ide lejövök a tálcára, ide, megáll a kép. Jó? Tehát így full. Picit így bejebb kéne tekerni, hogy lássuk, hogy valóban szépen megy, vagy nem megy szépen. Jó, 480p az még megy neki. Ide jövök beállítani, itt megáll a kép. Tehát megáll, jó. 1080p, egy hatos, egymagos gép, videokártya nélkül, full HD és YouTube lejátszás. Na, haver. Már pufferel egyébként, itt alul lehet látni, hogy pufferel. Csak nem indítja el a felvételt, mert szerintem az a másiknak a pufferelése. Nem indítja el. Még volna eszem, egy hatos gép lennék, én sem indítanám el a full HD és videót. De figyelj már, te csávó. Nem akarsz elindulni esetleg? Tehát húzzál már vele. Az előbb elindult. Na. Na jó. Visszaveszünk a teljes képernyőről. Így megy. Akadozik, mint az állat, de megy. Ilyen pici helyen, full HD-ben nyomja, érted? Persze, full HD-ben, ilyen pici helyen, aha. De pufferel nagyon, tehát nagyon nem érti, hogy most mit kéne csinálni.
Szerintem ne erőtessük, jó? Tehát a Full HD az nem megy neki. És itt van még 4K, tehát följebb lehetett volna pakolni, de szerintem az nem fog menni. 720p. De most egyébként nem bírom elindítani se. Tehát itt állunk, pufferel, itt látjuk középen azt a vacakot, és semmi. Így áll, egy helybe. Escape. De ez annak a hangja volt, igen. Szerintem ne rögtesse, jó? Tehát ez nagyon vicces. Na, úgyhogy most éppen 720p-ben látjuk. Végül is tűrhetően megy. Olyan 8-7-8-9 fps-t látunk körülbelül. De tűrhetően megy. Ahhoz képest, hogy ilyen timelapse videóban van megcsinálva, egész tűrhető. Picit beletekerünk, miért megjelenik ez a sor. Aztán mindjárt egy kis türelem beadásával most csaltam egy kicsit. Most Full HD-t láttok, tehát 1080p. Itt alul látszik, hogy megy a videó. Itt fölül látszik a felhőnök meg. Hát reklám Full HD-ba. Na, nagyon jól látszik, hogy milyen szépen bírja a Full HD-t az 1.6-os gép, ami egymagos. Ez az a teljesítmény, ami hát nagyon nem elvárható egy 1.6-os géptől, hogy Full HD-be YouTube-ozunk. Jó, teljes képernyőn. Jó? Tehát ez már bőven több, mint az elvárható. Tényleg. Szerintem teljesen hibátlanul teljesít. Hogyha a processzor sebességet egy kicsit följebb pakoltam volna, akkor természetesen neki sokkal könnyebb dolga lett volna, de ez ha volna nem volna, akkor a volna se volna, úgyhogy ez már is így lemérhető. Bármilyen program ugyanúgy fölpakolható rá, az ismert trükkel, tehát a szoftver központból melyiket szedjük elő. Ja, ezt nem is mondtam. Hogy ez most itt van. Hát, de van, most már nincs. És most már megint itt van, most megint nincs itt. És megint itt van, megint nincs. A kettő között az a trükk, hogy én nekem vannak asztalok, aká munkaterület, jó? És a munkaterületek, hogy egyes meg kettes, itt lehet közben váltani jobbra-balra, fölfelé, lefelé, hogy az A munkaterületről én átmegyek a B munkaterületre, és ha egyetlen monitorom van, én nem vagyok rá kényszerítve, hogy ezt az egyet használja, tehát átmegyek a másikra, hogy nyitok egy böngészőt, meg megnyitom a fájlkezelőt, így egyszerre, ennyire gyorsan. Jó? Tehát nem telik el idő, és közben megnyitja. Jó? Az van egy fájlkezelő, van egy... Ja, közben halvány. Az egyik halvány, amit nem használsz, az el van halványítva. De hogy ezt értsed, bekapcsoljuk a hátteret. A hátteret azért kapcsoljuk be, mert így látod, hogy ez átlátszó. Jó? Tehát amelyiket... Bazz. Na, nem beszél csúnyán. Tehát amelyiket éppen nem használod, az átlátszó. Hogyha éppen a böngészőt nyomod be, akkor a másik lesz átlátszó. És így pont... Mondta fele-fele, szóval lehet érteni ezt a dolgot, ugye? És ha eleged van ebből a dologból, akkor átmész a másikba, ugye az egyes ablakra, akkor ezt látod a kettes ablaknál, meg ezt. Hogyha 8 munkaterületet engedélyezel, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hát ameddig tudod követni, jó? Annyi a hátránya, hogy itt nincs alapvetően az effekt hegy, az effekt domság, az itt nagyon nincsen. Mert az XFC az direkt arra való, hogy... Hogy a francba? Megpróbálom megkeresni a Compiz Configot, de egyébként az itt nincs. Az itt valahogy rohadtul nincsen. Compiz. Szerintem ez lesz az. Nem vagyok teljesen biztos benne, de szerintem ez lesz az. Most borzasztó sokat tölt, és... is lépett, ahogy látom. Nem túlzott a indokolt módszer rá. A Compiz Config az egy... Na ez az. Na most már végre működik. Valamiért kilépett az előbb, azt nem értem. Szóval itt van az összes olyan effekt, ami a régi Ubuntu 12.04 óta benne van a Linux rendszerekben, tehát az Ubuntu-ban, és itt van ugyanúgy a 3D-s ablakkezelés is, ahogy látom. Fogalmam sincs egyébként, hogy az animáció be van jelölve egyébként, és egyetlen animációt nem láttam eddig. Az animáció ugyan működik, hogy eltűnik, elferdül, mágikus lámpa formájára, mint a kígyó, hogy előjön, stb. És nagyon
nem láttam, hogy ez működne. Itt szépen be lehet állítani, hogy hogyan jöjjön elő. Mágikus lámpával, mit tudom én, 600 időn keresztül. A duration az az idő, hogy mennyi ideig tartson az effekt. Ha nagy az idő hossz, akkor szépen kifejti az effektet, és lehet látni. Hogyha kevés az idő, akkor csak megcsinálja, és nem látta semmit kb. Mágikus lámpa. Minden egyes funkcióra, itt fölülhetjük a funkciót, hogy az animáció megnyitása, bezárásnál, minimalizálásnál, maximalizálásnál, eltűnésnél, fókusz átvitelnél, és általán az effekt beállításoknál, tehát magát az effektet külön be lehet állítani, hogyha neked nem tetszik az a módszer, hogy működik. De bezárás animációra van olyan, hogy amikor ezt kitörjük, meg hülyeség, ez is, és akkor Glide 2-t beszerkesztjük, mert akkor nem Glide 2 lesz, hanem Wave, mint hullám, és beállítjuk egy jó erős 600-as számot, oké, visszalépünk, természetesen így aktiválódik, persze, majd mindjárt. Úgyhogy bezárjuk ezt az animációt, és hogyha az effektek működnek, akkor egy ilyen wave, ilyen hullámformába kéne bezáródnia, hát nem ez történt. Tehát az XFCL-nek mondjuk annyi előnye van, hogy borzasztó gyors, mert nincs benne effekt. Erre bele van téve ez a Compiz Config effekt vezérlő, amiben még nem működik pont az Animations Filter. Fú, ez valami borzasztó, nem baj, elméletileg egy-kettő még ezen kívül működik, meg kipróbálom a hullámzó asztalt, itt van a kocka eldeformálása, idehozom neked, hogy lássad, kockaforgatás, okupáció, hol van a másik? OpenGL beállítások, mindjárt megtalálom, valahol itt van, hát ezt most nem nagyon találom valamilyen okból. Na mindegy, szóval a kocka asztalnak megfelelően el lehet formálni az ablakokat, tehát ugye meg az a lötyögtetés is van. Várjál, menjél vissza. Olyan furcsa, hogy itt, amit bejelölök, az nem biztos, hogy működik, mert a másik rendszereken, tehát a nagy Ubuntu-n, meg a KDS rendszereken azért ezt hozzá vagyok szokva. Tehát ezt benyomom, azt azért nyomom be, mert működik, mert tudom, hogy működik, mert ilyen effekt őrült ez a dolog. Ezt is be... De jó! Valamilyen értesítés érkezett a telefonra. Nem látom, hogy így hullámozna. Tehát úgy nem egy kicsit se. Az imbolygó ablakokból rugóállandó rácsfelmontás, stb. És semmi nem működik ezekből. Elképzelhető, hogy itt van egy pár Shift-Control gomb egy. Hát nem igazán mondanám, hogy a Shift Control-ra itt bármit is csinálna barátunk, az alta meg úgyis meg lehet fogni. Tehát egy csomó effekt itt nem fog működni, amit én nagyon sajnálok egyébként, mert ezektől az effektektől lesz az Ubuntu alapból szórakoztató. Desktop-val, Expo. Expo itt például nincs is. Az Expo meg a Desktop-val az ez a sor, amit az Ubuntu-ban a szélén szokott lenni. Az itt például nincs is. És mégis itt van ez a két funkció. Ilyen furcsa. Szóval, mi az, amit még erről tudok mondani? Hát borzasztó gyors, egy nagyon-nagyon lassú gépen. Hálózatkezelő, idő, dátumbeállító, terminál, új bejelentkezést csinálni, lemez használat elemző. Hát ez még elég durva, hogy... Hát most megcsinálja a teljes térképet. Nagyon jó. Addig megmutatom a képernyővédőt, jó? Mert az tényleg egy bajnok. Az egy nagy bajnok, a képernyővédő, ezt rendesen meg is lehet irigyelni. Tehát mondjuk ezt ide, nem nagyítjuk ki teljes képre, inkább idehozzuk. Itt van a képernyővédő. És a képernyővédőről, ez most nagyon sokáig tölt. Az egész rendszert össze fogja szedni. Valami gyereket ott nyúznak a háttérbe egyébként. De ha becsukom az ajtót, akkor nem hallatszik. Amit itt láttok egyébként, ez maga a képernyővédő, és nagyon jól sikerül szerintem. Hát ez nem az. Elvitelt. Gépnél, villanszerű, képek. Oké. Okay. Bezár. Megmutatom az az előnézetet akartam megmutatni. Ez egy képernyővédő. A bal alsó sarokban látjuk azt, hogy 15, 13, 12, 12, 19. Ezek azok a képek, amik a képek mappában vannak, ezek borzasztó nagy felbontású képek, analóg TV
szerű kivetítéssel, és valami döbbenetesen élethű. Tehát nagyon élethűen visszaadja például a Commodore 64-es színelcsúszásokat. És ugye látjuk, hogy 16.05-ös, itt a pontos időt látjuk. Úgyhogy nagyon jó, olyan, mint egy nagyon-nagyon elrontott webkamera, hangyázik borzasztóan, és a színeket eltolja, nagyon élethűre sikerült, és ezt a képernyővédőt rendesen irigylem. Tehát a függőleges sem függőleges, hanem így el van torzítva a kép minősége, egyszerűen döbbenetes, tehát nagyon-nagyon jól sikerült. Ugyanúgy a képváltásoknál a vertikál szink hibáit kihozza a CRT monitornak, döbbenetes. Természetesen nem ennyi az összes kép, hanem csak kiválaszt 4-5-6 képet, az összes kép közül, és akkor azokat mutatja, nem az összeset. Tehát amikor újra bekapcsolod, akkor még mindig más. Van rengeteg olyan képernyővédő, ami hát egyszerűbb, mint hinnéd. Tehát egyszerűen csak tök jó. Vágod? Egy csomó Linuxban például nincsen, egyáltalán nulla képernyővédő van. Nulla, mert mondjuk már nem divat. Itt ilyen Tetris jellegű figurákkal tölti ki az egész teret, és utána begyűjt, és akkor kezdi előre. Tehát ez tényleg képernyőt védő képernyővédő. Jó? Aztán vannak ilyen, na ezt mondjuk erőtessük, vannak ilyen 3D-snek nevezett ilyen mindenféle abstract objektumok. Nem fogom tudni mindent megmutatni nektek, de lehúzom, jó, hogy jobban lássátok. Rengetegféle ki az, mondjuk 3D-s, rengetegféle van. Jó? Tehát, na ez például olyan, hogy van egy kép, és azon a képen megy a világító szemű hangja, és csak azt a részt látjuk, amit ő éppen mondjuk lát. Ezt a képernyővédőt például nem értem, hogy a körökben mi vannak számok, mindegy. APLE-INC. Jaj, ezt tudod mi, ugye? Ez a nagyon-nagyon régi APLE-nek a... Nem látja felül, mi történik, mindegy. Szóval nagyon-nagyon régi APLE-nek a... kiírás. Kicsit hasonlít talán a Commodore 64-hez, és egész tűrhető, csak a gond az, hogy mindig ugyanazokat a számokat, ugyanazokat a sorokat írja fel. Tehát 26 perce van uptime, ez az, amit látsz, hogy egy user van, vasárnap, ugye ez az A betű azért villog, május, az is azért villog, mert nem tudja elképzelni, milyen lehet az az A betű. APLE 2, ez a képernyővédőnek a neve, akkor van ilyen buta halas. Na ez aztán, ez ugyanaz, mint a másik csatorna, csak így 3D-s poligonokból, barcode, csokoládé barcode, ezt köszönjük szépen. Itt mindenféle lődözés van, rengetegféle, tehát annyira beatspin. Ez a összekeverése a képeknek olyan, mint egy ilyen puzzle-szerű, ilyen kirakós vacak. Na ez például nagyobb teljesítményt igénylő képernyővédő, és teljesen hibátlanul megy. Tehát nem akadozik, csak egy picit. De egyáltalán meg vagyok döbben, hogy ez elindul. Tehát ez fantasztikus, mert nem hittem volna, hogy ez el fog indulni. Blocktube, aztán mi van még? Itt ez már volt. Igen, akkor itt a Boeing. Ez a Amigának a régi kockás labdája. Ez az, amivel leszimulálták annak idején a gravitáció és a röppája dolgokat. Molekulás, ugráló tehén, annak aztán tényleg sok értelme van, itt a boxed, bowfit, ez így mindenféle kockákat rajzol be a térbe. Az nagyon szépen sikerült. BSQD, hát ez nincs is föltelepítve. Bubla 3D. Alapból van egy csomó képernyővédő, ami föl van telepítve, és van egy csomó, ami nincsen. Most nem akarom végig mutogatni az összes képernyővédőt, mert ennyi van, de rengeteg. Jó? Ja, Matrix, itt a Matrix. Na, ez még egy nem egyszerű képernyővédő. Hát nyilván ismeritek, nem? Ez a Matrixos képernyővédő. És így egyszerűen csak fut. Van egy másik Matrixos képernyővédő, mert nem csak egy van ám, több is van. Az sokkal életűbb, mert az meg a trace-szel indít. De ebbe az a poén, hogy az OpenGL Matrix, azért látjuk a neve előtt azt, hogy GL. Jó? Tehát vannak ilyen íratlan szabályok, hogy a GLS az OpenGL-es, és hogyha nincsen OpenGL-es videókártyát, csak mit tudom én, egy S3 triód van. Ezt tudjátok egyébként micsoda? Most itt teszem, ez a Hanoi. A Hanoi az az, hogy egyetlen tornyot áttenni a másikra, hogy megfelelő sorrendben lehet csak letenni. Csak a nagyra lehet a kicsit tenni, a kicsire nem lehet nagyot tenni.
ugye teljesen világos. És megmutatja a program, hogy melyiket hova kell tenni ahhoz, hogy le lehessen pakolni. És utána ezt oda-vissza, és az összes többit meg ide rá. Szóval nem egy egyszerű mutatvány, jó? Logikai dolog, ökült a knoc, ez még butaság. Mindjárt lemegyünk, de legalján volt az a másik Matrixos. Azt mindenképpen meg akartam mutatni, mert az tényleg életűnek tűnt. Na mondjuk, ez is butaság. Itt van. Ez az a rész, amikor Trace program running, és az az, amikor lehallgatják a telefonját a másik srácnak, és kiderül, hogy melyik számról hívja A a B-t. És amikor megvan a tárcsázó szám, akkor indul a képernyővédő. Tiszta jó, nem? Megtalálta a két számot. Mindjárt. És akkor indul a Matrix, mint olyan. Ez valamivel jobban sikerült szerintem. Meg itt menet közben is változnak a karakterek. Japán, koreai, kínai, mindenféle karaktert felhasználtak. Természetesen ez az egyszerűsített módszere. Na, úgyhogy nem akartam ennyire elnyújtani, ezek a képernyővédők, de rengeteg van. Ez, amit itt látunk, ez pedig a Winchesternek, ennek a barakudának éppen a használata. Itt látjuk a könyvtárakat, és azokban lévő fájlok méretét. Nem tudom, ez mennyire volt világos, nem illetőleg teljesen világos volt. Ez maga a Home könyvtár. Jó? Ez a Home könyvtáron belül van Venus projekt, és akkor a Venus projekten belül ugye ilyenkor leugrik róla egy gyűrű. Tehát visszamegyünk a Home-ra, akkor a Home-on belül a Venus projekt az a másik. És itt látjuk, hogy melyik gyűrű éppen micsoda. Jó? Tehát a képeken belül, hát van öt kép, jó? Tehát van a háttér, a háttéren belül ezek a négyek. Itt látjuk, ez a négy almapa, tehát nagyjából ez a rész itt logikus, és lehet érteni, mi micsoda, jó? És akkor látjuk, hogy mekkora helyet foglal nagyjából. De van itt egy pár ilyen mappa, aminek a vizsgálata nem sikerült, ugyanis ahhoz már root jobb kéne, az meg teljesen felesleges, ugye, az ismert okból. Ezt bezárjuk. Mi a fenét lehetne megmondani róla? Hálózati kezelés ugyanúgy működik, mint a többi esetben. Ugyanúgy lehet hálózatot tallózni, Windows hálózatot, Linux hálózatot, kicsit lejjebb hozom, hogy lehessen látni. Jó, tehát ugyanúgy működik a Windows hálózat felkutatása, mint a saját megosztott mappák, stb. És akkor azokra nyugodtan lehet küldeni, fogadni. Hát nagyjából ennyi. Jó? Tehát csinálunk egy ilyen kijelentkezést. És a kijelentkezésnél mindig a legmagasabb felbontású hátteret felhasználom. Ugye látjuk, már itt van az a rókakutya. És innentől pedig már is látjuk, hogy nem egyszerűen gyors lett a 1.6-os kis gépünk. Ja? Arra is kíváncsi leszek egyébként, hogy mi történik abban az esetben, hogyha engedélyezzük a magokat, vagy csak négyet. Csak négyet, jó? Tehát engedélyezzük meg négy magot. Nézzük, mennyi alatt indul a böngésző. 3, 2, 1... 1, 2, 3 másodperc. Minél többet használod a Linuxot, annál jobban kopik össze. Ja? Ennyi. Úgyhogy teljesen leállítjuk, és ha leállítottuk, újraindítjuk több maggal, és meglátjuk, mire képes. Ennyi volt, hogy leáll. Ujj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 
Hogy is mondjam csak. Most jön a turbó. Én életemben nem láttam még egyébként az XFCE-t egy i7-esen gurulni. Tehát ez egy kicsit durva lesz. Mi az a remegés? Nem tudom, valami itt remegett, mindegy. Na hát akkor ki... Na, 8-8-at azért nem. Mondjuk egy ilyen 4.0 GHz-et. Jó, 4.0-át, kikapcsoljuk a turbót. Összes mag, és a többit pedig mind bekapcsoljuk, jó? Tehát fix 4.0 GHz-en fog menni 6 mag, meg még 6 mag ugye a multithreading miatt, tehát 12 maxor 4 GHz, jó? Memória, mit tudom én, oké, enter. Ugye láttuk az előbb, 1866-on fog futni 2 GHz, 2 GB, azt mindjárt kibővítjük. Mi van itt még? 4.0 GHz-el fog futni 12 maga. Na, gyerünk haver.
Le is állt, természetesen, csak most be kell tenni a memóriákat. A többit úgy értem, mert most ilyenkor félre van téve a többi memória, úgyhogy mindjárt bepakoljuk, jó? Egy ilyen minimális türelmet kérek szépen, jó? És akkor az egy memória helyett, amit ott éppen láttok, ott majd lesz sokkal, sokkal több memória. Jó van. És itt megnőtt a videókártya is. Bekerültek a memóriák, és indulunk. Ja, megkapcsoljuk. Oké. Okay. Go. Ugye, mint már a hangja is nagyobb. A hűtést azt visszarakjuk, természetesen. Aktív hűtés, az azért aktív hűtés, mert aktív. Még egy újraindítás, az most egy elsőre akkor nem sikerült. Meg kell ellenőrizni akkor a beállításokat. Minden monitor vissza van kötve, tehát mind a három. Most itt van a kép ezen a másikon. Egy kis türelmet kérek szépen. 4.00-val futunk. Minden mag engedélyezve van, 1860, tehát minden teljesen helyén van. Ezt meg kell mutatnom, mert nem hiszitek el. Tehát itt van 4.00-val futunk, 1866-on fut 14-szeres szorzóval, 6,4 a kupi, jó? És ugyanazzal az idés vinyóval lássuk ezt a három monitoros állatot. Most természetesen a képet is át kell alakítani, sajnos leesett az állat. Mindjárt megigazítom az állványt, jó? Csak sajnos itt egy kézzel ezt nem lehet megcsinálni villámgyorsan. Úgyhogy egy minimális türelmet kérek szépen, jó? Tehát így néz ki. Triple screen. Itt van már az az egy memória, amit kivettem belőle. Az természetesen ilyenkor megy külön. Ja. És akkor F10. És akkor lássuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Azért mondjuk én is eléggé kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből az egészből. Ezt szépen vissza kéne állítani. Egy. Na! Barracuda idés betöltés, 4 GHz, 12 mag, és ugye ismerettem nevén a XFCS 17.3-as Linux Mint, azt töltődik éppen. Jó? Betöltési idő nagyjából ugyanannyi. 7? Mi az, hogy 7? Mi az, hogy 7? 7 darab CPU-t számolt meg. Az 6 meg 6, az nem jön ki 7-re. Az most így véletlenül nem értem, teljesen egyformák a képek. De természetesen ez nem róható föl az ő hibájának, hiszen ő nem tudta, hogy most hirtelenbe fogunk dugni 3 darab kiegészítőt. XFCE munkamenetet vagy default session-t lehet választani, de természetesen minden marad így, ahogy most van. És a három monitort akkor engedélyezzük is. Nem tudom, hogy egyáltalán tudja-e a három monitort. Ez kicsibe gyorsabb. Tehát nem tudom egyáltalán, tudja. Hát szerintem én kérek elnézést. Haver, innentől idáig asztal van. Itt van alul az óra, meg ilyesmi. Hát ez így egyből felismerte a három kijelzőt. Haver, hallod? Ez szerintem nagyon durva. Tehát jó, mondjuk elosztotta a képen a háttereket így külön-külön ABC. Tehát ez valami nagyon durva, haver. Ez valami nagyon durva. Még nem erre számítottam, hanem mit tudom én arra, hogy megint el kell osztanom, hogy melyik monitor hova. Amíg erre nem számítottam, hogy ezt így egyből vágni fogja. Nem. Hát ez így nem nyert. Azt akartam megtudni, hogy mekkora a leterhelése most így a rendszernek, de szerintem mivel 4 GHz-en fut 12 mag, nagyon szerintem minimális. Na, kijelző. Itt van mind a három kijelző, szépen sorba, ugye, ahogy kell. Az igazi gondomat talán az jelenti, hogy itt vagy itt kéne legyen egyedül a panel. Ezt hogy kell beállítani?
Ja, például rákeresek arra, hogy panel, és akkor... Panel hol van? Melyik kimeneten? Hármasa. Puff, már is csak itt van. Innen el is tűnt. Haver, ez egy profi módszer. 65 képpont magas, 100% hossz. Ja, le lehet így kicsinyíteni. Jó? Tehát le lehet kicsinyíteni, hogy mekkora alfája van, tehát mennyire átlátszó, illetve mennyire nem átlátszó. Ezt most nem tudom, mennyire értitek. Tehát teljesen látni, hogy mögötte mi van, vagy csak így félig, vagy teljesen, vagy hogy kinek melyik a... Teljesen el lehet halványítani. És ha elhagyás van, tehát nincs ott a kurzor, akkor alig látni. Ha rámutatok az egérrel, akkor visszajön. Ez valami fantasztikus. Azt a mindenit. Ilyet KDL-be se láttam. Tehát ez tök jó. Nagyon hasznos. Teljesen halvány, rámegyek az egérrel, akkor látom. Ez hasznos. Teljesen jó. Viszkermenő, indító, elválasztó, óra. Be lehet állítani, hogy hol mi legyen rajta. Nagyon jó. Na, nézzük a teljesítményt most egy kicsit nagyobb lendülettel. Jó? Hogy mekkora a különbség. Hát a játék az nincs még beállítva. Na mindjárt oda csapunk neki, hadd örüljön. Ez csak a baloldali kép? Hát az nem vicces. Mind a hármon csak a baloldali képet látjuk. Tehát ez nem nyerő. Ez nem nyerő. Na, ez de jó ötlet volt. De mindegy, legalább ki tudtam lépni. Ez is valami. Megpróbálom előkeríteni újra ezt a beállítást, ugye, hogy kijelző, mert most a játék visszatükrözte az összes kijelzőt. És ez így nem vicces, tehát... Hogy van? 3, 2, 1, ugye? Igen, így van a három kijelző. Nagyon jó. Ezt egy elsőre eltalált egyébként a srác, csak... Valami okból az a játék, nem akartam most az igazat. Na, most már legalább működik. Nem tudom az előbb mi történt. Tehát a setupban 5040x1050-es, teljesen hibátlan felbontással. Hát ugyanaz, mint az előbb, jó? Hogy semmi különbség ne legyen. Ugyanaz, mint az előbb, jó, telerakjuk botokkal. Betöltési idő ugyanannyi lesz körülbelül, csak szerintem az FPS egy kicsit módosítva lesz. Meg mondjuk az FPS 60. Kb. A fovot azért kell beállítani, ez a Field of View, mert nekem már három monitor van. Jó? Tehát értelemszerűen egy monitorral nem megyünk messzire. Jó? Fix 60 FPS, és nem tudom az FPS, de hogy lehet. Nem tudom, hogy lehet följebb rakni 60 FPS-nél, ez a monitornak a szinkronja, tehát ennél lényegesen többet tud. Hát úgy full lő le mindenkit. És ugyanúgy 60 FPS, mint ahol. Hát ez a maximális felbontás. Ennél ez a teljesítmény. Ennél följebb valamilyen trükkel lehet az FPS-t vinni, hogy 59. Amúgy nem akadozik, szépen 60 FPS-t látunk, nincs benne semmi hiba, és még mindig az XFCE-el megy áttérbe. Jó? Visszarakom ide a... elvevő készüléket. Ami különösen azért az vicces, mert most beindítjuk még a többit is, például a YouTube-ot. Beindítjuk a YouTube állatot, és a YouTube állatnál megnézzük, hogy
Hogyan viselkedni Full HD, illetve 720p videók esetében? Ja, itt már át lehet pakolgatni áról a bére. Itt van. Még az előzményekben még meg is volt, tehát... Ez most mennyi? Ja, a Full HD. Aha. Jó, értem. Aha, jó. Akkor 1440p. Az 1440p az majdnem olyan, mint a 4K. Tehát most nem kéne most annyit vacakoljon. Érdekes, ez működik. Tehát remélem szemmel látható a különbség a nagyon nagy teljesítményű számítógép, és a... Nem látják. Miért nem szóltok, hogy nem látjátok? Hülye amatőrök. Miért nem szóltok? Így jobb? Remélem jobb. Valamennyire biztos, hogy jobban látni. Tehát ez most egy 1440-es felbontás. Innen még a 4K, 2160p-s 4K-s úgynevezett UHD felbontást is belőjük. És egyszerűen csak megy. Jó? Természetesen maga a monitor nem tudja a 4K-t, tehát 1680x1050-es felbontáson látjuk a YouTube-on az úgynevezett 4K-s felbontást, hát nem tudom, szóval nagyon nem lehet majd látni, mi a különbség. Jó? Kicsit tekerjünk bele. Hova? Itt van, ide. A bufferelés az egy durva dolog a 4K-s videónál, mert ott aztán ömlenek ám a bájtok. Még jó lenne, hogy elindulna. Ugyanezt a puffert láttuk a 144p-nél is a másik esetben. Na jó. Lehet, hogy most egy picit ezzel is vacakolni kell. Például refresh-sel, meg ilyen dolgokkal. 4K. Igen. Most itt látjátok középen, hogy golyózik, körbe-körbe karikába. Gyanítom egyébként, hogy ez már nem flash. Tehát amit éppen most láttok, az már nem flash, hanem a HTML5 4K-s felbontása. Természetesen nem 4K-s monitoron, úgyhogy nem nagyon lehet majd látni a különbséget. Talán itt alul látni, hogy de szép részletes, ez így kb. Ennyi, jó? Itt egyébként látni, hogy itt a legfőső van kijelölve, ezt remélem látjátok, 2160p. És na, nem egyszerű. De megy. Néha-néha nagyon-nagyon picit beakad, de megy. De megy. Úgyhogy nem okoz neki gondot a legnagyobb felbontású videó sem, csak kicsit vacakolni kell vele. HTML. És itt már kihozza. HTML-re már kihozza. Na, megyek, jó? És amit éppen láttatok, az az XFCE-nek a bemutatója, hogy mi az, amit még itt be lehetne mutatni, hát nagyon nem írtátok meg, illetve nem mondtátok, hogy mi az, amit még be kell mutatnom. Úgyhogy a teljesítményre igazán nem lehet panasz, akár lassú gépre, akár gyors gépre egyszerűen hibátlanul működik. Mondjuk a szoftverkezelőben nézzünk egy ilyen terheléses memória ábrát, hogy mégis mennyit fogyaszt ez a dolog. Most a vinyóra várunk egyébként. Most két Y-nal beért egy memória, nagyon jó. Rendszereszközökben. Rendszereszközökben van a Intuitive Gadget. Terminator Multiple GNOME Terminal színe, egy GFUV. Még jó lenne tudni, mit keresek, mert CPU limit, tool for limiting a CPU usage of process, CPU ID, Intel microcode, AMD microcode. Hard info. SysInfo, rendszerinformációk megjelenítése. De ez így nem jó, mert egy működő grafikont kéne látnom, és ez valami rovattól nem megy. Nem tudom, hogy mivel lehetne előhozni ezt a benchmark nevezetű dolgot, hogy mennyi processzort fogy, mennyi
és közel a média lejátszó. Nem tudom, mivel lehetne ezt előhozni. A rendszerbe bejelentkező feladatkezelő. Hát ezt kerestük. Ami nem szóltok. CPU 1-2. Ja nem! Igazi, nagyon amatőr. A procinak a leterheltsége 0, memóriája 2. A swapet egyáltalán nem is használja. A swapet majd nézzetek utána, mit jelent. Nem ez a bajom, hanem... Az a bajom, hanem az, hogy nem tudom az összes procit megjeleníteni. Tehát azt hogy kell? Azt hogy kell megjeleníteni az összes procit? Mert azt nem tudom. Teljes bytes, pontos megjelenítés, teljes parancsorok. 0,5 százalék. Hát milyen százalék az, hogy 0,5? 2%-ra felugrott véletlenül, de hát... Hallod? Hát... Állapot... Szóval ezeket az oszlopokat se értem, hogy most tényleg... Tehát, hogy... Na, szóval nem tudom megcsinálni azt, hogy külön oszlopon legyen a... Külön oszlopon legyenek a procik. Egyszerűen nem tudom. Itt meg nincs. Program futtatása, alkalmazás kereső, terminál, más dolgok itt nagyon nincsenek. Na, úgyhogy leterheltségről szerintem olyan nagy mondatokat, nagy zongora versenyeket nem kell írni. Memória 300 megabajtot eszik a 12 gigába. Hallod? Te szeretnél egy olyan rendszert, ami nem fogyaszt memóriát? Örülnék, hogyha ebbe fókuszálnál, köszönöm. Tehát 300 megát eszik a 12 gigából, jó? 300 mega. Tehát 512 memóriában már bőven sok. Prociból meg 2, 0, 1, 0, 2. Hát nem egyszerű. Maga a feladat kezelő, amit éppen látunk, foglalja le azt a proci mennyiséget, amit igen, de többi az mind áll. Jó? Tehát szihetetlen. 300 mega. Jó? Elég lesz. Maradhat.